A legutóbbi szezonban az 5. helyen végzett a női röplabda NB1-ben a Fátú Nyíregyháza együttese, amely így ősszel kiléphet a nemzetközi porondra is. A vezetők a bajnokságban is az előrelépést tűzték ki célként, éppen ezért igyekeztek megtartani a csapat értékeit. A felkészülést, amelynek első részében a megszokott módon az előlét megszerzésére helyezi a hangsúlyt a szakmai stáb, mindössze egy hiányzóval, viszont több új játékossal kezdte el a csapat. Gyakorlatilag megpróbáltuk megtartani a tavalyi csapatot. Ezt a Hansperger Panni keresztül húzta, de hál' Istennek sikeres felvételt nyert Budapestre, úgyhogy ő egyetemi tanulmányait fogja elkezdeni, ő távozik a csapatból. A többiek azonban itt maradnak, kivételt képez most már ugye nem rejtem Vékála Erdősné Balog Erikát, aki remélhetőleg most már nem fog visszaállni, és a szakmai stábba is ő, mint technikai vezető és az utánpótlás teljes szakágának a vezetését fogja csinálni, úgyhogy segítöm az idei évben Natalia Akimova lesz. Az új játékosokról is ejtenék egy pár szót. Két miskolci kislányt sikerült ideigazolnunk. A Kundrák Eszter személyében egy 14 éves, most 8-os kislányról van szó, aki ifjúsági válogatott keretben benne van, nagy reménység, és egy már felnőtt játékos, Sitkei Mariant, aki centerposzton lesz bevethető. A saját utánpótlásunkból pedig Tóth Fruzsinát sikerült libero pozícióba felhoznunk. A 22 esztendő Sitkei Marian 6 év után hagyta el a miskolci csapatot a nyíregyháziak kedvéért. A center tisztában van azzal, hogy edzője mit vár tőle. Azt a teljesítményt, amit eddig is nyújtottam, nem hiába keresett meg engem, de szeretnék, mivel ez egy jobb csapat, nyilván fejlődnöm kell nagyon sokat is, ebben való helytállás szerintem az elsődleges. A tavalyi szezonban a csapatban játszó két légiós, a brazil Ribeiro és a venezuelai Valdez már korábban elkötelezte magát a folytatás mellett, harmadik külföldiként egy Trinidad és Tobagói hölgy érkezhet a csapathoz. A válogatott Európa-bajnoki szereplése miatt csak október közepén kezdődik a bajnokság, addig felkészülési tornákon és közép-európai liga meccseken lendülhet formába Kőhalmi Rihárd együttese, amely a Challenge kupában a szerb Jadisvo Stara Pazovával méri majd összetudását.